kulcsát is ide. Fogóján. Észrevettek, futok! Várj meg! Kacsa! Kacsa! Szervusz, Etti! Hadd vigyem a táskád! Kösz, elbírom magam is! Nézd csak oda, egy ismerős! Tényleg, Bucsa, szervusz! Sziasztok! Meghívhatlak egy fagyira? Nem kösz, sietünk! Elfelejtetted, hogy ma könyvtárlátogatás lesz? Igyekez, Bucó, mert elkésel. Tudod mit? Ma inkább feléjesen nézek az iskolának. Gyengélkedem. Csak meg ne bánj. Mindegy, mi? Elmegyünk. Mire lehet a szolgálatára? Micsoda? Ja igen, két adag eper, két gombóc vanília, két csoki és két melba. Csipke barbaga részhez! A főnök, vár! Jó. Ide azt a zsármát! Ezt imádom, az aranycsilingelését. Ide a kulcsot, hadd lám az ékszereket. Egyelőre csak hallani lehet, látni nem. Vegye szemügyre a bőröndöt. A múzeumtól kaptuk a kulcsát, de nem nyitja. Betűzáros, szöveges kulcsa van. Népvándorlás kora, 103. oldal, betű, szám. Hát ez meg mi a fene? Majd én, adja ide. Főnök! Jogi uraim, a fontos az, hogy birtokunkban vannak ezek a népvándorláskori ékszerek, és milliókat érnek. Népvándorláskora. Óriási ötletem támad, uraim! Ho-ho-ho! Sajnálom, hogy Bucó nincs itt. Hát igen, az a helyzet, gyengélkedik. Megfázott szegényke. Remélem, hamarosan felgyógyul. Neked meg azt mondom, válasz magadnak egy szép könyvet. Látod, Tacsi, ezeket a gyönyörű láncokat és csatokat? Ha nekem otthon ilyesmi lenne, megpukkadna a környék összes szukája. Szettike, ha lehetne ilyen aranyékszert kapni, én vennék ám neked. Ezt minden esetre kikölcsönözni. Mi ennek a címe? Népvándorláskori ékszerek. Te választottál már? Ezt a zsebkönyvet. Tessék, szabad! Kész csókod, drága! De régen jártam, mikor a doktori értekezésemet írtam, kéne megint egy könyv, egy fontos művecske. Nevezetesen? Népvándorláskori ékszereink, ez a cím. Abból csak egy példányunk van, és ma kölcsönözték ki. Az ördögbe, ez nem a legjobb hír, drágaságom, és ki az a nyájas olvasója? Egy Szeti nevű kislány, a lakcímen Nagy Műcsont utca 9. Talán meg tud vele egyezni, gondolom. Szinte biztosra veszem, hogy így lesz. Ne csinálj! Az a probléma, hogy otthon hagytam a kottámat. Menj szépen haza és hozd el. Bucó különben is még hiányzik. Rendítsek. Inkognito. Főnök, a tacskó elszelelt. Patkány, nyomulhatsz. A könyv ott van pont a háta mögött. Tépd ki a 103. oldalt. Sikerült! És mi lesz most? Most összeadom gyorsan a betűk számát, és a végeredményből meg fogom állapítani a kódot. És akkor Umbitának szép új ékszerei lesznek. Főnök, elnézést, én nem tudtam látni! Hiányzik a fele oldal! Szerezd meg gyorsan a másik felét, mert különben úgy megjárod! Tüstént! Álljon meg a menet, főnöke! Visszajött a tacskó egy pointerrel! Akkor megtámadjuk őket közösen! Helyes! Hát ez csúnya dolog! Esküszöm nektek, mióta hazahoztam, bele se néztem! Akkor ki tehette vajon? Ne törődjetek vele! Inkább adjátok oda a maradék oldalt! Tessék, akkor jöjjön ide érte! Na jó van, lássuk csak! A kezem! Nyugi, hogy... Eresztál! Jaj! Bocsánat, elnézést! Itt gyorsan a csap alá! A hideg víz nyugtató, meglátod, nyugi! Nesze! Nyugi!
Jól vagy, Szati? Már semmi baj. Itt a részére! Így Eme derék kiskutyák segítségével rács mögé kerültek a veszedelmes bűnözők, igen. Még egyszer nagyon köszönöm mindnyájatoknak. Csak azt sajnálom egyedül, hogy Bucó nincs veletek. Bucó szegény megfázott. És ez most ezúttal igaz? Nem kellett volna annyi fagyit ennem. Én is nagyon sajnálom.